Palánkán sok fiatal kajakos edz. Ez a vízisport már a múlt század 60-as éveiben is népszerű volt a településen élő körében, mondta Dragutin Kostelac. Több ismert olimpikon lapátja is így csapott először a hullámok közé, mesélte a nyugalmazott edző és ökölvívó. Sok gyerek jött közöttük, egy fiatal 14 éves kisgyerek, aki született itt a Dunán, a Natasának az apja. A megboldogult Milán. A néhai kajakozó Milán Jánics emlékét egy szobor is őrzi. Ő a Los Angeles-i olimpián Jugoszlávia színeiben szerzett ezüstérmet 1984-ben. A legnagyobb büszkesége azonban mindig is lánya, az ötkarikás játékok bajnoka Jánics Natasa volt. Emlékezik vissza Dragutin. Megmutatta azt a folyószakaszt, ahol Natasa elkezdte pályafutását. Itt a tón minden nap eveztek, mind a hárman. A Natasa is, meg a két testvére is. Az idős sportoló most már csak ritkán találkozik Natasával, de a televízióban minden versenyt megnézi. Hogy ne. Nagyon büszkék voltunk rája, és sajnáltuk, mikor elment Magyarországra, de úgy akarta a megboldogult apja is, meg a Natasa is. A vendéglátónk Natasa édesanyjához is elvezetett, aki kedvesen fogadta stábunkat. Alig, hogy a házba értünk, lánya trófeái is előkerültek. Stefica Jánics a babérkoszorúra a legbüszkébb. Meghatódva mesélte, hogy Natasa 2004-es aténi küzdelmét a szomszédokkal együtt szurkolta végig. Veliko veselje, veszvega, ponosz. Bili smo baš u dnevnom boravku, došli su komšije, svi smo navijali i onda smo zagrli televizor. A faluban mindenki szereti a palánkai születésű bajnokot. Ponosni su, pogotovo ovde komšiloki, mislim, cela palanka zna kajak uglavnom. Tako da, svi su gledali, čak su dolazili ovde kod mene da gledaju i tako, navijali smo. Stefica reméli, hogy lánya Rióba is diadalmaskodik. A kis délbácskai közösség tagjai a képernyők előtt ülve buzdítják majd a magyar színekbe nevező olimpikont. A falubeliek szeretnék, ha a világverseny után Natasa ismét hazalátogatna. Jánics Natasa a 2000-es évek elején hagyta el Palánkát, és beevezte magát az evezősport élvonalába.